Mivel a teniszpályát már régóta nem használták, sok moholi még nem is hallott a felújításról. Azok, akik pedig igen, szerintük a pályán még mindig lenne mit csinálni, hogy az edzésekre alkalmas legyen. Én személy szerint nem hallottam. Unokák nincsenek itthon, nem tudok ezt felül semmit mondani. Erről hallottak valamit? Ezt nem tudom, már nem voltam lent a Tiszán, nem tudom, pedig az egyik teniszpályának majdnem a szomszédja vagyok. Használod-e a teniszpályát? Baráti körben nem volt használva, de viszont voltak régebben edzések, mostanában viszont nagyon el van hanyagolva, különben a külsejéről is nagyon látszik, hogy nincs vele törődve. Hát igen, és körülbelül olyan 4 éve nincsenek normális edzések. Van, hogy kihasználják, de nagyon ritka. Állítólag most lett újra lesalakozva, illetve kerítés meg lett emelve. Erről hallottál-e? Nem hallottam róla semmit, és szerintem látszata sincs, mivel hogy tehát nem lett megújítva. Gyerekekkel foglalkoznak itt? Nem tudok róla, én szerettem volna régen teniszezni, de aztán a végén úgy maradtam, hogy az asztali tenisz mellett, és akkor nem kezdtem bele, de állítólag nem is foglalkoznak gyerekekkel. Abban az esetben, hogyha megfelelő állapotban lenne, akkor elképzelhető, hogy elkezdeni a teniszezni, vagy pedig fiatalok elkezdenének? Igen, nagyon valószínű, mivel hogy nincs moholon sem olyan sport, ami érdekelni a fiatalokat, és talán ez akkor vonzaná őket. A teniszpályán még van mit javítani, de maga a pályarész ismét alkalmas az edzésekre, emelte ki Dávid Rita, a moholi helyi közösség titkára. Annyira rossz állapotban voltak, hogy nem lehetett használni, nem lehetett rajta játszani egyáltalán, és tavaly a helyi közösség tanácsa olyan határozatot hozott, hogy azt felújítjuk. Erre idén került sor, és már lehet használni őket. Konkrétan milyen javításokon esett át a teniszpálya? Körbe van kerítve dróthálóval, ez ki lett cserélve, 1 méterrel meg lett magasítva a kerítés, ajtó lett rászerelve, ami magukat a pályákat illeti, ott pedig salakosak a pályák, ki lett egyenlítve salakkal, vonalak lelettek helyezve, háló lett rátéve, úgyhogy így komplett lett most a teniszpálya. Mekkora pénzösszeget emésztett fel ez az újítás? Ez mindösszesen 209 ezer dinárba került a moholi helyi közösségnek. Ingyenes a használata, vagy pedig kell érte fizetni? Ha kell érte fizetni, akkor mondjuk a helyieknek jár-e valamilyen kedvezmény? Ezt bárki bírja használni. Van egy gondnok, aki ott van, és rendezi, karbantartja a pályákat, napi szinten locsolja is, és el lehet menni, aki szeretne edzeni, kicsit rekreálni, kinyitják neki a pályákat, és még hogyha nem visz magával teniszütőt, azt is fog kapni, és bírnak így kicsit rekreálni, teniszezni. Vannak-e jövőbeli tervek a teniszpályával kapcsolatosan? Végül is hiányoznak reflektorok, nincsenek megvilágítva a pályák, úgyhogy csak világosban nappal lehet használni egyelőre. Ez őszintén szólva még nincs tervben, hogy a helyi közösség helyezne oda reflektorokat, viszont látjuk, hogy ez még hiányosság. Az illetékes hozzátette, a teniszpályákat a jövőben a tenisszel foglalkozó Vári Orsz Egyesület bérli majd ki az adai önkormányzattól, és ezentúl a pályákat is majd ők tartják karban. A tervek szerint a gyerekekkel is megkezdődnek a foglalkozások.